Gondolj egy magyar színészre. Na, ő benne van ebben a filmben. Gondolj egy másikra. Na, ő is benne van ebben a filmben. Azonnal indulok a moziba, hogy megnézek egy filmet. A közösség találkozóra van egy foglalás. Köszönöm, az estükre beszél. Köszönöm. Egyébként tudni kell, hogy az első meg a másik rész az a top 10 magyar legnézettebben benne van. Fent már egész szépen gyűlik befele a tömeg. Itt mellettem még a kedvenc világomat is elültethetem. Mindenféle korosztályban van, aki a feleségével, van, aki a gyerekével, aki a testvérével, aki egyedül, idős, fiatal. Remélem, hogy nagyon jó lesz a terem, és végig fogok nevetni. Spás dolgod. Legalább ne a gyerek szobába. Alex itt van. Ez nem lehet igaz. Kurva életbe! Egy kicsit elbeszélgetünk vele. Mégis csak egy jó törő húzni le. Szerintem Alex nem fog eljönni főnök. Majd eljött a más. Egy percetek van, hogy elmondjátok, hol van a bázeli vörös. Tehát a bázelbe! Maguk ki? Várjál, János vagyok. Ők pedig a testvéreim. Le vannak tartóztatva. Csincs. Korongozgat? Csinálom a köcsögökét. Összességében nagyon jó hangulatú film, így beülünk, ott vagyunk a teremben, és szórakozunk, tehát azt, amit kell, azt így hozza. Nagyon sok volt benne, igazából nem nagyon tudok kiemelni belőle kedvenc jelenetet. Tetszett nagyon most, hogy az üzenete mi volt, hát röhögtünk egy jót. Tetszett persze a lövöldözős rész. Tetszett a film, igen. Meglepően jók voltak az akció jelenetek. Összehasonlítva úgy általában a mai filmekhez, és a magyar filmekhez viszonyítva is szerintem egészen jó, mozgalmas volt, jók voltak a játékok, és élvezhető volt, és volt benne csomó humor. Bármiből lehet harmadikat is csinálni, ha jól csinálom. A Valami Amerika 3 egy nagyon lötyi film, amikor így azt akarom, hogy így legyen több benne, és ez így kicsit elmarad, ugye rengeteg benne a karakter. Eleve három testvér, van két banda, akkor van egy harmadik, akkor van börtön, vannak a csajok, vannak a párok, és levegőt is alig kapunk, mert annyi a szereplő. Mert egyre több szereplő volt, egyre kevesebb idő volt nagyon kidolgozni őket, meg hát már nem is kell, mert ugye ismerjük, hogy a Győző vagy Zákos volt a nagy macsó, akinek, és aztán egy kicsit ezt elvittük, hogy amelyik kutya ugat, az nem harap. Alapon a Feri, ez a szerencsétlen, kicsit depis, ugye egyetemistaként kezdett, persze már a kor előre alattában azt meg kellett szüntetni, és akkor van a Tamás, aki ugye az első rész, az egy nagyon, nekem ilyen nagyon személyes történetem volt, ott még a Tamás igazából én voltam, a reklámfilmrendező, aki életbe vágya, hogy egy játékfilmet ott összehozzon, azt ugye egy kicsit magamról mintáztam. Mindenki benne volt, aki a régi 1-es, 2-esben, és 7 új karakter lépett be, aki László Zsolt, a Zoli, meg a Kovács Lehel, a Tokornília, aki az ügyvédet játszotta, Scherer Péter, aki a rendőrt játszotta, és Nagy Ervin meg Stoll András, úgyhogy elég szép számmal, nagyon jó nevű színészek voltak. És ugye annyi szereplővel szétforgácsolódik a sztori, most indult el a buszállomásra a busz, nekem pedig ki kéne érnem oda, annyi idő, mint hogy a busz soroljék. A sztori szerkezete az elején, ahogy szokottan látom a filmekben, az úgy működik, hogy elindul, és az úgy még kapja ezt a mozifilmes hatást. Így egyben vannak a testvérek, tudjuk, hogy velük lesz valami, aztán felbukkan a negyedik testvér, és kialakul egy vágy, meg kell szerezniük egy bélyeget. Jön az akadály, egyre több minden áll az útjukba, totál meg van nehezedve, és azt érzem, hogy ez az, indul be, és nem hiába eddig is a legsikeresebb filmek Herendi Gáborhoz köthetőek, mert igen, nagyon ért ahhoz, hogy közönségfilmet hogyan kell csinálni. Amikor bekerülnek a börtönbe, megreked. A sztori vonal így, és egyszer csak így szétmegyünk, mint az öt ujjam, és mindenfele elmegy. Ilyen vígjátéknak sémái vannak. Minden film úgy kezdődik, hogy a három testvér valahogy a földbe kell döngölni, és hogy kerüljenek padlóra, és onnan valahogy ki kell lábalni. És az egyértelmű volt, hogy most már nagyon sok a színész, hogy hogy lehet őket sokszor egy helyre terelgetni, és így jutott eszünkbe a börtön. Itt inkább csak azonban hangsúly, hogy vicces jeleneteket nézzünk, mint hogy egy sztoriban haladjunk előre is, közben nevessünk. Nekünk olyan volt, mint egy ilyen gimnáziumi érettségi találkozó, hogy újra együtt vagyunk, 10 éve forgattuk az előzőt. Én néha kicsit ideges is voltam, mert ezeknek annyi
történetük és sztoriuk volt, hogy ezzel szórakoztatták egymást. Német, a csúlyaimi, tehát a legrosszabb vicceket, tehát olyanokat hozott, hogy így, és van még egy gyerekek is, van mindig. Kampuszra mentünk haza, és úgy értünk az, hogy reggel 6-ra, és nem voltam nagyon jól, és rögtön kezdeni kellett volna, és akkor annyit üzentem magának, hogy lehetne azt, hogy én most egy kicsit pihenek, ez egy ilyen ötlet lehetne, hogy még a színészbuszban én most így megnézem belülről a szememet, és akkor utána megyek, és átvariált az egész forgatási napot, az így 10-ig aludhassam. Nagyon rendes, többiek nagyon nem örültek, mert amikor én kimentem utána a szedbe, akkor a csúlyáig azt mondták, hogy ne szólj hozzá, ne szólj. Elfordultak, és akkor a csúlyá volt az első, hogy jó, én nem bírom, darab szemasz. Ja, mert akkor ez tavaly vannak. Ez az én ötletem volt, jó ötlet, nem? Igen. Hogy egészen ez a film amúgy egyébként egy jó marketing fogás. A végén voltak ugyanúgy ilyen kis bejátszások a támogatókkal. A Téka sztorik jutott eszembe, ami ugye egy független film, és abban nem lesz kötelező, de hát ez egy film alap által támogatott nagyköltségvetésű, és ugyanaz a kis szegényes, és ez a támogatott marketing film hangulata volt. Ha tetszenek ezek a langyi, rózsaszín, ilyen magasan szálló kis felhővígjátékok, mint mondjuk a Szinglik éjszakája, vagy 9,5 randi, az ilyen Sas Tamás filmek, amiket egyébként pont Dancsó mindig szid, és most pont ő is egy ilyenben van benne. Magányos csónak! Elvárások nélkül kell egy ilyen filmet megnézni a moziban, meg főleg. Sokkal több nevetést vártam, és nem annyira nevettünk sokszor. Egyébként a Téka sztorik, amit mondtam már, hogy független film, abban sokkal többet nevettünk. Találkoztam Amandával és Attilával, így gyors kérdezek tőlük valamit. Szeretitek-e az olyan vígjátékot, aminek nincs annyira története, csak úgy poénok vannak benne? Magyarok is tudnak jó vígjátékokat csinálni, de azért van különbség, egy magyar és egy külföldi vígjáték. Ha el kéne dönteni, akkor szeretetek melyik a jobb? Amelyiknek története van, vagy amelyiknek nincs? Vagy hát, nem lehet ilyen? Amelyiknek története van. Szerintem is. Na, akkor amelyiknek története van, úgyhogy még mindig olyan vígjátékokat kell csinálni a moziba, amelyiknek története van, úgyhogy hát... Ennek a valaminek a háromnak ez nem egy jó hír. Tudom nagyon szidni ezt a filmet, de semmiképpen sem egy marandandó, és igazából nem is az az óriási vígjáték, amit újra akarok nézni, mert annyira sokat nevettem rajta. Ez emiatt ez egy kicsit nekem csalódás, de meg tudom érteni, hogy elkészült ez a film. Ennek a NEF filmi mutatóját én egy olyan 55%-ra tudom mondani.